Egy szerelem tüze marhát, marhák terelőjét. Vergilius. Hány szomorú történetet ismer a pásztori múzsa farkasfogra jutott bojtárról, sántakutyáról, mély szakadékba zuhant bárányról és egyebekről. S hány szomorú történetet írtak a szívszerelemről. Szinte csak ezt tárgyalja a klasszikus, ókori líra, s mert ami emberi, annyira szívós, mint a diófa, hellyel közzel a költők még ma is írnak ezügyben. Épp a minap hallottam egy újabb ekloga témát. Erdei epret szedtem a martban, s hát mit ad Isten, ballag a nyája mögött leeresztett orral a pásztor. Olvastad bizonyára Teokritus isteni versét, mondta, amelyben a Küklops hívja a szép Galateát. Lassan 2500 éve tehát, hogy az ember szenved a szíve miatt, s ma se lelt még írt a sebére. Itt járt nálam a múltkor Lóbőrberci barátom. Annyira el volt egyfele, mert elhagyta az asszony, sóhajtott nagyokat, leborult egy bükkfacsutakra, s így panaszolta a búját, szóról szóra idézem, hadd legelészen a kecskebak addig a Baltakimoszban. Tegnap előtt már két hete múlt, hogy az ágyam üres lett. Nincsen már, aki elvigye majd a Tinót a bikához. Hányszor mondta pedig, hogy unatkozik itt a tanyámon, s vitte magával a gyermeket is valamerre keletnek. Most csak a néma, üres ház csöndje üvölt a fülembe. Ó, én marha, miért is nem mentem remetének? Pár nap után jobb lábbal kellett volna kirúgni, s én belementem nagyvonalúan, hogy dirigáljon. Szúrta a cserge a bőrét, s kasmírgoldot akart már. Elküldött melegebb tájakra a gyógyfüveimmel. Néha kisökle terepszínűre püfölte a hátam, s mennyit nyeltem azért, mert már 20 éves a fordom. Ó, én marha, miért nem kaptam elő a rakoncát? Nem szépítem a dolgot. Néha bizony kiakasztott, s elküldtem párszor az Isten ára. S hány fiatal lovamat kellett megnyúzni miatta. Szinte a fél vagyonom ment rá a tenyérnyi bugyikra. Isten kém, az a sok rongy és parfümös üvegcse mindenféle kacatból épített birodalmat. Még ha csinos kislány lett volna, de annyira csúf, hogy egy komolyabb ló nem venné el tőle a cukrot. S mégis, jaj, hamarabb nő szárnya a tarka Tinónak, és hamarabb terem áfonya fönt a ragyás teleholdon, vagy hamarabb fog aszúbor főni az olmos esőből, hogy sem az ő képét az agyamból én kitörüljem. Kár, hogy a szomszédunk Rebi néné megbabonázta. Reggeltől napszentületig tartott a varázslat. Éjszaka is nehezen lehetett csak megzabolázni. S 30 hónapig így is boldog gazda lehettem. Nincs mese többé. Azt hiszem, itt kell hagynom a kancát egy kis időre. Utána pedig kezdődhet előről minden. És azzal fogta magát, és fölment a hegyekbe. Nem tudom, éle szegény. Én sajnos azóta se láttam.